Sziasztok, én Szabó Ricsi vagyok, az ELTE informatikai karán végeztem programtervező informatikusként, illetve elvégeztem egy teológiai főiskolát is. Mindkét egyetemen nagy kedvelője voltam a nyelveknek, és a Go-val is tulajdonképpen ennek kapcsán, ezen érdeklődés miatt találkoztam először. Először a Duelbox-nál dolgoztam egy Go-s projekten, ahol egy nagy terhelésű tévés közönség szavazáshoz kellett egy backendet fejleszteni. Jelenleg pedig a Shaper-nél dolgozom, ahol napi szinten gyakorlatilag csak és kizárólag Go-ban írjuk a backendjeinket. És az itteni tapasztalatainkról szeretnék beszélni röviden. Tulajdonképpen egy case study-t a Go-nak és a serverless-nek az együttes használatáról. A Shaper maga egy iPad-es alkalmazás, 3D tervezésre használható, viszont természetesen itt is vannak backend igények, és én ebben a backendes csapatban dolgozom. A rendszereink felhasználó kezelése, előfizetések kezelése, analitikai szolgáltatások, telemetria az alkalmazásból gyűjtsük, legyen tájékozódásunk arról, hogy használják az alkalmazást, App Crash adatok gyűjtésével is foglalkozunk, különböző riportoknak a támogatása pénzügyi üzleti adatokhoz, illetve külső szolgáltatókkal integráció is a mi feladatunk, ez jelentheti akár az e-mail küldést, analitikai szolgáltatókkal integrációt, marketingesek támogatását, és különböző webhookokról van itt szó, illetve akár Slackbotokról, és maga a stackünk az alapvetően AWS-en fut, microservice-ekben dolgozunk, és Go-s lambdákat írunk. És bővebben néhány szót a stackünkről. Az AWS által támogatott SAM-ot használjuk az AWS-es resource-jaink leírására. Itt tehát a teljes infrastruktúránkat néhány kivétellel, de kódban írjuk le, és ez azt jelenti, hogy YAML-ökkel akár az adatbázist, akár az API végpontokat, akár a monitoringhoz szükséges konfigurációt, a hálózati beállításokat, egészen a tűzfalat is ilyen módon ebben a SAM-ban, mint serverless application modellben tudjuk leírni, és ennek nagy előnye, hogy ezt lokálisan fejlesztés közben is tudjuk használni, és ez egy dockerizált környezettel egy kényelmes, jól használható fejlesztői környezetet ad nekünk, és ami ennek még nagy előnye, hogy ugyanezt a környezetet tudjuk futtatni CI környezetben is, amivel az automatikus tesztek ugyanazt a környezetet kapják lokálisan, és a CI környezetünkben is. Az alertinget is az AWS-nek a saját megoldásaival oldottuk meg, a szolgáltatások monitorozását, hibáknak a detektálását, erre a CloudWatch-ot használjuk, és az itt definiált alarmokat PagerDuty-ba kötjük be, és ezzel kapunk értesítést az esetleges hibákról. És a Lambda funkcionjaink mind Go-ban születnek, és van néhány scriptünk is, amik manuális kisegítő célokra használunk, és ezeket is Go-ban írjuk, mégpedig azért, mert ezzel a service-ben egyébként meglevő business logikát újra tudjuk hasznosítani, és bár lehet, hogy néhány dolgot mondjuk Python-ban kényelmesebb lenne megírni, viszont emiatt, hogy megvan a core logika már Go-ban, ezért kényelmesebb, hogy a scriptjeinket is ezen a nyelven írjuk. És hogy miért választotta a csapatunk a serverless technológiát? Ennek az egyik fő oka az, hogy alacsonyak a költségei mind fejlesztésben, tehát nem kell egy külön csapatot dedikálni arra, hogy az infrastruktúrát felhúzzák, karbantartsák, mivel a backendes csapat a Shaper-ben kis létszámban indult, ezért a serverless segítségével meg lehetett azt oldani, hogy,
hogy a fejlesztési időnek minél nagyobb részét a fejlesztésre lehessen szánni, és minél kevesebbet kelljen foglalkozni DevOps jellegű feladatukkal. És ez egyébként, ahogy növekszik a csapat, ugyanúgy nagy segítséget jelent, hogy nem kell szerverek update-elésével, monitorzásával foglalkoznunk. Igen, maga az árazási modell is egy praktikus dolog a számunkra, hiszen ezek a szolgáltatások nem olyanok, amiken egy folyamatos, konstans terhelés van, hanem vannak eléggé spike jellegű dolgaink, tehát az, hogy iPad-en valaki regisztrál vagy bejelentkezik az alkalmazásba, az nem egy rendszeres igénye a szervisek részére, és így viszont a serverless modellnél ez visszaköszön, hogy a tényleges használatért fizetünk, és nem egy folyamatos használatról van szó. És ehhez kapcsolódik maga az is, hogy automatikusan skálázódik az igényeknek megfelelően. Tehát ha mondjuk egy Apple Design Award után nagyobb letöltésekkel kell számolnunk, akkor ezt is gond nélkül kezeli. Egy dolog, amire itt kell figyelni, hogy a rendszerben vannak nem serverless működésű komponensek, mint például egy normál adatbázis, az nyilván nem fogja ugyanazt a terhelést a végtelenségig bírni. Tehát, hogy miért a Go-t választottuk, és ez szorosan kapcsolódik a serverless-szel, tehát én most erről a két párosításról szeretnék beszélni. A serverless környezetben különösen nagy előnyt jelent, hogy alacsony a memória használata, és gyorsan el tud indulni egy Go-s konténer, hiszen nem kell egy plusz virtuális gépet felhúzni, mint esetleg Node.js, vagy Java, vagy más hasonló technológiák esetén. Nincs extra futtatókörnyezet, a lesütött binary elindul. Ez megjelenik a költségek oldalán is, tehát azzal, hogy hatékonyabb, kisebb indítási idejű dologról van szó, ez a lambdáknak a futási idejét is tudja csökkenteni. Illetve a statikus típusosságról nem szeretnék bőven beszélni, ez gondolom magáért beszél, ez leginkább a maintenance szempontjából szeretném kiemelni, hogy óriási segítséget jelent, hogy hozzá merünk nyúlni bátran a rendszerhez, nem félünk refaktorálni, mert a típusosság az egy olyan plusz garanciát ad nekünk, hogy ha változás van és valahol elfelejtettük volna a módosítást, akkor arról egyértelmű feedbacket kapunk. És maga az egyszerűsége a Go-nak az is egy nagyon fontos dolog, erről már előttem szólók is biztosan beszéltek. Ez a mi esetünkben például abban nagy segítség, hogy új csapattagokat onboarduljunk a stack-en, akkor is, hogyha esetleg nem volt előzetes Go tapasztalatuk. Az, hogy nyelv ilyen egyszerű, az ezt megkönnyítés, nincs szükség több hetes tréningre vagy felkészítésre. Maga az explicitsége is egy nagyon nagy előny, egy klasszikus idézet, clear is better than clever, tehát az, hogy a Go nem adott komoly syntactic sugart a nyelvbe, viszont ezáltal minden sokkal explicitebb és könnyebben értelmezhető lesz, ami szintén a fejlesztést és a karbantartást nagyon megkönnyíti. A gyors fordítás az is egy nagy előny, fejlesztés közben kényelmes, illetve a fordításhoz kapcsolódik, hogy könnyen lehet cross-compilálni, tehát ha Mac-en fejlesztünk, de Linuxon szeretnénk mondjuk egy Go scriptet lefuttatni, azt lokálban simán le tudjuk fordítani, úgyhogy az már egy Linux-kompatibilis binary legyen. És maga a beépített tesztkeretrendszer is egy nagy előnye és nagy könnyebbség a fejlesztés során, és ez például VS Code-ban vagy GoLand-ban is teljesen jól használható, és debugolni is könnyen lehet. És néhány dolgot mondanék mindkettőnek a hátrányairól, vagy esetleges csapdáiról, amire érdemes figyelni. Tehát az, hogy serverless környezetben praktikusan egy web CPU-t kapunk, vagy annál kevesebbet, és ezáltal igazából a Go-nak azt a multicore potenciáját nem tudjuk kihasználni. Tehát kicsit olyan, mint egy garázsban pihenő Mustang ezáltal. Ezt jó, ha tudjuk.
Magának a lambdának van egy 15 perces maximális limitje, ez tehát kizárja azt, hogy hosszan futó jobokra, vagy nagy teljesítményt igénylő feladatokra használjuk. Például jövőben, hogyha terveznénk olyat, hogy különböző 3D formátumok között konvertáljunk szerver oldalon, azt nyilván egy lambdában nem fogjuk tudni megtenni. Itt majd valamilyen más megoldást kell használnunk, erről már gondolkoztunk többször, de vannak az AWS-nek serverless és nem serverless alternatívá is ilyen feladatokra. És maga a cold start, még hogyha a Go csökkenti is ezt, ez mindig ott van, és ez lassítja az apit. A mi esetünkben ez még teljesen vállalható, tehát nem érinti a UX-et. Ezért ezt még be tudtuk vállalni. Azt is fontos tudni, hogy alapvetően stateless alkalmazásokat kell írni serverless környezetben, ami nyilván sok szempontból előny, viszont mégsem igaz teljesen, hogy stateless egy serverless alkalmazás, mert egy Lambda instance, egy Lambda konténer, az nem hal meg egyből egy request után, hanem az AWS környezete belátása szerint hosszabb ideig fenntarthatja ezt a konténert, és ezáltal viszont van arra lehetőség, hogy például adatbázis connection-t nem minden request-nél hozzunk újra, hanem az ilyen jellegű resource-okat megtartsuk memóriában. Viszont erre figyelni kell, hogy erre nincs garancia, hogy a következő request is még ugyanabba a konténerbe fog futni. Tehát lehet ezt használni, de figyelni kell rá. És amit szintén fontos tudni, hogy egy request, illetve egy Lambda instance az egyszerre csak egy requestet kezel, tehát itt sem tudunk ilyen módon a Go-nak a konkurenciére építeni, és ez viszont abban jelenthet problémát, hogyha túl sok Lambda példány fut egyszerre, akkor az adott bázison sok connection-t és sok terhelést jelenthet, tehát itt erre érdemes figyelni, és a megfelelő limiteket beállítani. És még néhány gondolat a Go-nak a csapdáiról, vagy esetleges hátrányairól. Zero values, ami egy vitatott dolog, az, hogy akár egy bool változónak, akár stringnek, minden típusú dolognak van egy default értéke, akkor is, hogyha explicit nem inicializáljuk. Ennek sok előnye van, de lehetnek hátránya is. Például mi third-party integrációknál futottunk bele olyanokba, hogyha szeretnénk mondjuk olyan adatot küldeni, amiben nincs minden mező kitöltve, akkor a Go-nak a zero value tulajdonságai miatt ezek minden esetben ki vannak töltve, tehát itt figyelni kell arra, hogy ne küldjünk olyan adatot, amit nem szeretnénk, tehát erre adott helyzetben mindig valamilyen trükkös megoldásra van szükség. Ahogy utaltam rá, nem a syntactic sugarok bősége jellemzi a Go-t, viszont pont emiatt van egy verbozitása is, tehát hogy amit mondjuk egy C-sharpban vagy Java-ban one-linerekkel le lehetne írni, az lehet, hogy a Go-ban sokkal több sor. Ez is egy vitatott dolog. A hátránya az, hogy többet kell írni, lehet, hogy kényelmetlen, viszont egyértelműbb lesz. Amit érdemes tudni, hogy konstansok csak primitív értékek lehetnek, és a konstansokat nem lehet adresszálni, tehát pointert nem lehet konstansra használni. Maga az error kezelés egy vitatott és gyakran éretlennek nevezett dolog a Go-ban. Például amire érdemes figyelni, hogy alapból az errorokhoz nem kapcsolódik, nem rakja rá a környezet a stack trace-t, ezért ezt manuálisan nekünk az error létrejöttekor hozzá kell tenni. Nincsenek generikek, ez is egy vitatott dolog, várhatóan a Go 2-ben lesz erre egy megoldás, de ez is azt eredményezi, hogy vagy interfészeket kell használnunk, amitől nem lesz type-safe a megoldás, vagy pedig ugyanazt az algoritmus többször különböző típusra meg kell valósítanunk. És relatíve fiatal nyelvről van szó, tehát 2009-ben indult, és bár sok mindenre van már kész megoldás, azért mégsem olyan érett bizonyos szempontból, mint egy sok évtizede létező C++, Java vagy C#, tehát ezzel is érdemes számolni.
Röviden beszélnék még arról, hogy milyen architektúrát valósítottunk mi meg ebben a párosításban, mert felmerülhet a gondolat, hogyha egy szolgáltatást lambdák halmazából építünk föl, akkor hogy lesz ez koherens, és hogy tudunk egy tisztességes architektúrát adni az alkalmazásnak. És ebben a kulcs az, hogy igazából ugyanolyan architektúrát, rétegzést meg lehet valósítani, mint nem serverless környezetben, és mi ezért arra figyeltünk, hogy gyakorlatilag az egyetlen lambda specifikus réteg, az a function réteg, amit tulajdonképpen egy klasszikus MVC-nek a controller rétegéhez lehet hasonlítani, és ez azt jelenti, hogy a business logika maga, ami az alattas service réteg, az már nem tud arról semmit, hogy most ez egy lambda serverless környezet. Ezáltal a kódunknak a jelentős része hordozhatóvá válik, és ez egy tudatos döntés volt, hogy ha van is bizonyos szintű vendor lock-in, azzal, hogy AWS és Lambda a stackünk, mégis a kódunk döntő része így hordozható marad. Az ott bázissal való kommunikációt egy standard repository réteggel valósítjuk meg. Itt nyers SQL query-kkel dolgozunk, ez is egy vitatott dolog, hogy ORM vonalon talán nem annyira élettagú, de nekünk a mi igényeinket teljesen jól kiszolgálta ez, és ez is az explicitséghez járul hozzá. Illetve adaptereket használunk akkor, amikor külső szolgáltatásokkal, akár az App Store-nak az API-jával kell integrálódnunk, és akkor szervisekben ezeket használjuk. És csak néhány számot szemléltetésként egy szervisünk kapcsán, a felhasználókezelő rendszerünk, ahol 33 function van, ez azt jelenti, hogy körülbelül 33 endpoint, ami lehet a bejelentkezés, kijelentkezés, regisztráció, App Store-ral való integráció, az előfizetések, időzítés, frissítése, több mint 50 service van App Store reporting-gal kapcsolatban, a user regisztrációval, oktatási kéréseknek a regisztrációval, analitikával kapcsolatban, 18 repository, felhasználókezelés, subscription-ök, fizetési tranzakciók és hasonló. Egy érdekesség, hogy például az S3 kezelését is egy repozitoriként valósítottuk meg. 20 adapter, ezek a külső integrációk, App Store, Zendesk, SendGrid, és vannak, ahogy az elején utaltam rá, néhány scriptünk. Úgyhogy ennyit akartam én elmondani, köszönöm a figyelmeteket.